Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Még több világbajnoki pontra, ezáltal olimpiai kvalifikációra hajtó versenyző, két tovább nehezített, helyenként világbajnokság erősségével felérő szakasz, nagy tempójú versenyek, izgalmas hegyi véghajrák. Címszavakban így lehetne jellemezni Tolna megye legrangosabb sportversenyét, az Aliszkabau Gemenci nagydíjat. És ne felejtsük el hangsúlyozni, végre megtört az utóbbi évtizedben olykor már nyomasztó külföldi fölény az immár 45. alkalommal megrendezett kétnapos, kétszakaszos nemzetközi országúti versenyen. Ilyenre már nagyon régen és ritkán volt példa a Gemenci nagydíj 45 éves történetében. Egy magyar élversenyző úgy nyerjen szakaszt, hogy olasz bringásokat előzzön meg a véghajrában egy nagyon kemény 165 kilométeres országúti verseny végén, amelynek a vége két 20%-os, illetve ehhez közeli emelkedővel volt tarkított, miután megérkezett a mezőny Szekszárd, Harc, Zomba, Kisdorog, Tevel, Kék és újra Szekszárd útvonalon a Kálvária dombra. A két magaslaton való vitézkedés döntötte el az első szakaszt, az egyik legkiválóbb hegymenőnek számító, komoly mountainbike-os múlttal rendelkező Walter Attila javára. Minél nehezebb legyen, minél rosszabb az útviszony, nekem az annál jobban kedvez, hiszen a monti világából érkeztem, a hegyi kerékpár világából. Rengeteget dolgoztak értem a srácok, kaptam a frissítőket, a kulacsokat, mentek a szökésre nekem, így nekem csak egy párszor kellett előhelyezkednem, tudtam pihenni a mezőnybe, a végén pedig bejött, amit terveztem, és sikerült ellépni. Ismerem ezeket az olasz versenyzőket, és tudom, hogy nagyon jók, viszont azt is tudom, hogy a jó felkészüléssel, és ha fejbe elhiszi az ember, akkor meg lehet őket fogni. Ők azért nem az olasz kerékpársport csúcsa, de ők már elég neves emberek, úgyhogy nagyon örülök, hogy meg tudtam őket verni. Örvendetes módon folytatódott a szombati második szakaszon is a magyar fölény, ami már az elsőt is jellemezte, jelezvén, hogy tényleg egy reményteljes magyar új generáció a láthatáron az országúti kerékpársportban. Négy nagy tempójú sárközi körözés után, 100 km megtételét követően szintén négy szekszárdi dombvidéki emelkedővel és veszélyes lejtmenetekkel tarkított városi körözés következett, amit egy másik ismert magyar kerékpáros, Pelikán János nyert meg, nem olasz, nem cseh, nem más ismert kerékpáros nemzet képviselője, hanem az első szakaszon győztes Walter Attila érkezett másodikként a célba, szintén a Kálvária dombra. Kálváriára én elég gyorsan fel tudok azért menni, és most ezt kihasználtam itt a városi körözésben. Az utolsó előtti körben az emelkedő tetején akcióztam, és a lefelében síkon mentem egy időfutamszerűt, és aztán az emelkedőn is ami kifért, és sikerült megnyernem, és nagyon örülök neki. Az első szakaszba nem tudott beleszólni Pelikán János a dobogós helyezésekbe. Az első 140 nagyon rosszul éreztem magam, aztán az utolsó 20 kilométerre meg nagyon rendbe jöttem, és kiadtam magamból mindent, amit tudtam, de nekem az egy kicsit túl meredek volt ott a vége. Szóval ott Walter Atti ki tudta használni azt, hogy sokkal könnyebb, mint én, és el tudta nyomni. Négy magyar kerekes is volt az első tízben egy ilyen rangos UIC versenyen, és egymás között döntötték el tulajdonképpen a szakaszgyőzelmeket. Az elmúlt években éppen ennek ellenkezője történt a Gemenci nagydíjon. Rengeteg világranglista pontot szerzett ezzel megint a magyar nemzet, ami kulcsfontosságú, mind a szeptemberi országúti világbajnokság kvalifikációja kapcsán, ami augusztus 15-én zárul, és a jövő évi olimpia kapcsán is nagyon fontosak ezek a világranglista pontok. A Gemenci nagydíj főszponzora a nehéz időkben is a versenyt fölkaroló, mellé álló, azt megmentő Aliszkabau ZRT képviselője is nagyobb örömmel adott át díjakat, külön díjakat a hőszerepet játszó magyar kerékpárosoknak. Sokkal jobb érzés volt, főleg ez a dupla magyar győzelem, akár a tegnapi napot, akár a mai napot mondanám. Büszkék vagyunk nagyon Pelikánra, illetve Attilára is. Hihetetlen jó eredménnyel szerepeltek. Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló tendenciát tudnak letenni az asztalra.
A főszponzor Aliszka Bau ZRT képviselője ezúttal is belülről a kulisszák mögötti történésekre reagálva kísérte figyelemmel gépkocsi vezetőként a gemenci nagydíj izgalmait. Én már harmadik éve vagyok akár zsűri, akár bármilyen más gépjárműnek a vezetője. Ez személyes kérésem volt mindig is a bizottság felé, hogy ha amennyiben lehetőségem van rá, akkor hadd vezessek, hadd vigyek bármilyen versenybírót, vagy akár partnert, mert sokkal jobb élőben végignézni a versenyt, sokkal jobb belenni a bolyba, és számra sokkal közelebb hozza a versenyt, kerékpár verseny, mint hogyha csak egy díját adom, egy díjat átadok egy eredményhirdetés alapján. Két remek versenyt hozott kétségtelen az idei Aliszka Bau gemenci nagydíj nemzetközi országúti kerékpáros verseny. Ám a még több néző kicsalogatása miatt változtatni akar a július végi nem túl szerencsés időponton a szervezőbizottság. Az évek tapasztalata az jól mutatja, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Annak ellenére, hogy azért a sporttal és a sporttal kapcsolatos igények, most legyen az részvevői oldalról és nézői oldalról is, jelentősen változtak az elmúlt 10-20 évben. Ehhez mi megpróbálunk alkalmazkodni, és keressük a megfelelő utat, de azt gondolom, hogy jó úton járunk. Idő kell ahhoz, hogy az emberek visszaszokjanak, hiszen volt néhány év, amikor azért nehezebb időket élt meg a Gemenc nagydíj kerékpárverseny, bízunk benne, hogy vissza tudunk oda jutni, ahol 10-15 évvel ezelőtt volt. Csak nem 170-en vettek részt a Duna átúszáson Paksnál. Az eredetileg július 13-ára hirdetett csobbanást két héttel elhalasztották a szervezők a kedvezőtlen időjárás miatt, de ezúttal a szemerkélő eső ellenére megtartották. Az úszók biztonságára a vízi rendőrök és kísérőhajók mellett búvárok, önkéntesek és orvosok vigyáztak. A kora délelőtti órákban gyülekeztek a Dunát átúszni szándékozók a paksi komp kikötőben. Gyerekek és felnőttek, férfiak és nők szép számmal neveztek. Regisztrálást követően mindenkinek egy sorszám került a karjára, és paks feliratú úszósapkát is kaptak a nevezők, akik közel 170-en voltak. Ez a mai alkalom, ez gyakorlatilag a Szent István napi programok kiegészítő programja volt hosszú évekig, évtizedekig, és a Dunapartért közalapítvány Kiszli Károly nevéhez fűződött. Tavaly volt az első olyan alkalom, hogy augusztus helyett júliusban került megszervezésre ez a program. Az idén egy picit kedvezőtlen volt az időjárás két héttel ezelőtt, de annak örülünk, hogy a mai napon mégis rendelkezésünkre áll a Duna. Az érdeklődés nagy, a Duna túlpartjáról, Mohácsról és Budapestről is érkeztek úszók. A több évtizedes hagyománnyal bíró Duna átúszást tavaly 5 év szünet után bonyolították le ismét, hiszen előzőekben hol a Duna magas vízállása, hol az időjárás miatt nem lehetett úszni. Ezúttal minden ideális volt a július 13-áról elhalasztott napon. Ha az András szinte minden alkalommal csobbant az elmúlt évtizedekben, most 10 perces limit időt adott magának az idei teljesítésre. Amikor gyerekek voltunk, akkor volt az első alkalom, hogy a Tilosban átúsztuk, aztán utána megpróbáltuk mindig a augusztus 20-ai rendezvényeken hivatalossá tenni a dolgot. Soha nem jelentett problémát a Duna átúszása, nem is készülök rá, mert én úgy gondolom, hogy aki érez magában biztonságot az úszása vonatkozóan, az beugrik a másik oldalon, bármikor át tudja úszni. Tehát a Duna anyánk vigyáz ránk. Igazándiból az örvényekre kell odafigyelni és a sodrásra. Tehát amit elmondunk majd a másik oldalon, hogy a sodrást hogy kell figyelembe venni és mit kell megcélozni a túlparton, a középen levő búja fölött kell átúszni, és akkor nem jelenthet gondot. A regisztrálás lezárása után a túlpartra komp szállította a résztvevőket, akik között 4 év körüli volt a legfiatalabb, de 72-ök is akadtak. A 21 fokos Dunában Géderlaknál merültek az úszók, akik érkeztek az ország minden szegletéből. Úszók sokasága szelte a habot, akiknek a biztonságára a vízi rendőrök és kísérő hajói mellett búvárok, önkéntesek, orvosok vigyáztak. Egy megtermett 18 éves vízilabdás legény 100 halombattáról jött, mint kiderült, 4 éve egyszer már kipróbálta magát. Mindig is kötődött a vízhez, hiszen 12 éve vízi sportot űz, ide is az edzőtáborból érkezett. Édesanyámnak van egy nagyon régi osztálytársa által kerültünk ide, ők paksiak,
Ők hívtak meg évről évre, hogy adjunk úszókat a Dunát, majd 14 évesen ez meg is történt, átúsztam először. Azután a lévő években is nagyon szerettem volna, de ugye utána három éven keresztül elmaradt, majd tavaly nem tudtunk eljönni sajnos módon, így hát idén újra kerül rá a lehetőség, hogy ezt megpróbáljam. Ilyen kihívások elé nézel, hogy érzed? Most szeretnék így az élmezőnyben, hogy mondhatjuk így, teljesíteni, megpróbálok magamból mindent kiadni, ezt majd meglátjuk, hogyan sikerül, hisz nekem már az edzőtábor elkezdődött, egy kicsit fáradt is vagyok, de megpróbálok magamból mindent kiadni. Taps fogadtam a túlpartról érkezőket. Elsőként Bihácsi Bence ért partot a Hírt közbe, ahol Szabó Péter polgármester és a szurkolók várták. Emléklapot és pólót kaptak a résztvevők. Újból nemzetközi szintű futója van a szekszárdi atlétikának. Szemerei Levente igazolva azt, hogy az elmúlt két év szisztematikus munkája már most a junior korosztályban meghozta gyümölcsét, a napokban lezajlott svédországi Európa-bajnokságon egyéni csúcsot futva negyedik lett élete első világversenyén, mégpedig az egyik legkeményebb számban, a 3000 méteres akadályfutásban. Azt követően a felnőtt magyar bajnokság megnyerésével igazolta a futószakág egyik nagy ígérete a szekszárdi versenyző. A szekszárdi középtávfutó nagy tehetség, Szemerei Levente is olyan léptékben és mértékben fejlődött a 3000 méteres akadályfutásban az elmúlt két évben, hogy bizony illetve első világversenyen lehetett reménykedni abban, hogy kiharcolja magának mindjárt a döntőbeli szereplést az U20-as EB-n. Levente ezt már azzal igazolta, hogy az előfutamot 9 perc 4 másodperces idővel megnyerte a svédországi EB-n. A kérdés csak az volt, hogy a döntőben, amikor a vagányság a versenyzői rutin is kell bizonyos pozícióharcokban, mi lesz a fináléban az ebben még tapasztalatlan szekszárdi versenyzővel? Én nagyon sok tapasztalatot szereztem, de igen, jó mondta, hogy ezt a kettő futást nem lehet mondjuk össze egy kártyalapon megnézni, mondjuk egy magyar élmezőnyel, mondjuk egy országos bajnoksággal. Az előfutam az nagyon tömött volt, mert igazából 8.55-től és 9.03-tól voltak körülbelül 8-an. De tudtuk, hogy nagyon jó erőben vagyok, nagyon sikerült az átmozgatás, és akkor abba bíztunk, hogy azért ott tudok lenni az első ötbe. A Gergő az mondta is, hogy úgy fussam le az előfutamot, mint hogyha meg szeretném nyerni, és hát elsőként értem be. Az előfutam végére még, ahogy mondja, ki is lassíthatott, jelezvén a döntőben még tovább javulhat ez a 9.04-es időeredmény, és javult is, több mint egy másodperccel. Igazából nem hiszem, hogy sokkal több esélyem lenne, de egy gyorsabb kezdés az mindenféleképpen jobb lenne, jobb lett volna az érem miatt. Annyira nem vagyok elégedett, mint mondjuk lettem volna egy érem, mert nagyon közel volt, 1,2 másodpercnyire volt a harmadik helyezett, de több kisebb cél tűztünk ki, első cél volt a döntő, és utána meg minél jobb helyezés. Az akadályvételek nem voltak gondmentesek most sem. Ott az előfutamban majdnem elestem, az utolsó vizes sárok is, ott is megbillentem egy kicsit, meg a döntőben is voltunk, elestek előttem ketten, ott is nehéz volt őket kikerülni. Felfedező edzője az azóta Kecskemétre távozó Németh Gyula adta a helyszínen a tanácsokat Szemerei Leventének. Az ő felkészítését már több éve átvevő jelenlegi szekszárdi edzője Szőke Gergő itthonról követte az eseményeket, nagy-nagy öröm és visszaigazolás kíséretében. Titkon mi azt reméltük, hogy a Levente képessége jelegek lehetnek egy dobogóhoz, mert ez a képesség nem csak a fizikális fölkészülés, hanem a mentális, illetve versenyzési képesség. Meg lehetett volna ezt csinálni, de tehát hozzá kell tenni, hogy ez nem a Levente, tehát a Levente most kicsit önmagát hibáztatja, és ez nagyon jó dolog a jövőre nézve, de ez a negyedik hely az, hogy Európában a negyedik legjobb akadályfutó jelenleg azért az óriási nagy dolog. Futásnak van egy lelki oldala, és el kell tudni hinni azt, hogy ő megnyerhet egy versenyt, vagy esetleg dobogóra állhat egy nagy versenyen, és azt láttuk a verseny közben visszanézve is a versenyt, hogy amikor úgy elindultak hárban, és egy picit lemaradt a verseny vége fele, akkor úgy beletörődött, hogy ő nem lehet ott a dobogón. És amikor érezte azt, hogy rázúdultak hátulról, és a negyedik hely is veszélyben van, akkor el tudott kezdeni iramot váltani. Tehát nem azért nem váltott iramot előtte, mert nem volt meg hozzá az erőnlét, csak nem hitte el. És hogyha lett volna több verseny, ezek a fiúkkal már korábban megmérkőzik, mint ahogy ők megmérkőztek egymással, akkor elhitte volna,
hogy már máskor is oda tud férni. A Svédországban remeklő magyar junioroknak, köztük a Tolna megyeknek bizony szükségük van, lesz a következő világversenyeket megelőző, még több rangos viadalon való részvételre. A Dombóvár csapata nyerte a Studer Imre emléktornát. Bikalon már hagyományosan 4 csapatos öreg fiúk kupával emlékeznek a község néhai polgármesterére, a bikali sportélet lelkes szervezőjére. A Peac és a Bikal Mágocs vegyes csapata játszik éppen a Studer Imre emléktornán. A kupára rajtuk kívül még a Dombóvár és a Hidaskürt gárdája érkezett. A dombóvári öreg fiúk győzelemmel indították a napot. Az Imi az futballozott Dombováron, még én is játszhattam vele 1 évet, hál' Istennek. Tavaly is volt meghívásunk, azt hiszem a csapat itt is volt, én nem tudtam eljönni, én első szóra jöttem. Egy mérkőzésünk volt, az 7-0 megnyertük a Peac ellen, az az igazság, hogy mi 10-15, majdnem 20 éve fiatalabbak vagyunk a többieknél. Ez azért rányomja a játéképére a végeredményt, ahogy látjuk. De megmondom őszintén, nagyon jó kis meccsek vannak, tehát vannak jó kis futbolisták, akikkel lehet látni, hogy jó futbolisták voltak. Van egy baráti társaságunk Dombováron, ahol általában együtt szoktunk menni, úgyhogy nem volt nehéz dolgunk. A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezte meg azt a kis pályás labdarúgó emléktornát, mellyel Studer Imrére, a község néhai polgármesterére, a Bikali sportélet lelkes szervezőjére emlékeztek. Hát nekem személyesen is fontos, már abból a szempontból, hogy az unoköcsém tiszteletére történik, akit sajnos nagyon korán elvitt egy betegség. Nekem ez egy nagyon fájdalmas emlék, ugyanakkor nyilván itt a helyi közösségnek, meg hát azoknak, akik eljöttek, meg elfogadták a meghívást, azoknak egy alkalom, hogy a kedvenc sportáguknak szenteljék a fél napjukat legalább. Na meg hát öreg fiúknak az járt, hogy egy kicsit mozognak. A falu testvértelepülése a szlovákiai Hidaskürt gárdáján kívül 3 olyan öreg fiúk csapat szerepelt a tornán, melyekben Studer Imre korábban játékosként vagy edzőként tevékenykedett. Bikal, hát előbb mint település, akkor a Peac, a Pécsről, a Dombovár, és Hidaskürt, tehát Szlovákiából. A Hidaskürt úgy került a képbe, hogy ő a Bikalnak a testvértelepülése, és ő most már évek óta, amióta ezt megrendezzük, tehát ő ennek a tornának a résztvevője. Tehát így mondhatom, hogy ez egy nemzetközi torna. Tehát azt lehet mondani egyébként, akiket mi eddig meghívtunk, a csapatnak a magja az most már ebben a 3-4 évben szinte változatlan. Lehet látni minden évben új arcokat, 1-2, de azt lehet mondani, hogy a mag az megmaradt. A Studer Imre emléktornát a dombóvári csapat nyerte, a gólkirály Gyánó Szabolcs lett. Az ifik és juniorok után a legkisebb dzsúdós korosztály is megkezdte az edzőtáborozást Orfűn. Itt nagyobb hangsúlyt kap még a játék, a sportággal való ismerkedés, de természetesen küzdés is van a tábor 5 napja alatt. A PVSK-nál 3 éves kortól foglalkoznak a gyerekekkel, igaz, a legkisebbeknél még inkább mozgáskultúra fejlesztésről beszélnek a szakemberek. 6 éves a legfiatalabb és ifi vezető a legidősebb a PVSK judó edzőtáborának utolsó turnusában. A lányok sem riadnak vissza a feladatoktól, sőt, motiválja őket, hogy fiúkkal kell küzdeniük. Réka családjában népszerű ez a sportág, testvére és édesapja is judózik. Volt az Oviba ilyen judóedzés, és kipróbáltam 3 éves koromban, megtetszett, és akkor apáik megengedték, hogy judózzak. Ezt a sportágat a gyerekek többsége már óvodás korában elkezdte. Azért csinálom, mert anyukának nem tetszett az, hogy én otthon maradok, vagy velem megyek mindenhova, és ezért mondta, hogy én is elmegyek küzdősportra, mert a bátyám vívott, a tesóm az meg úszott, és elmentem judózni, megkérdezte, hogy jó, mondtam, hogy nagyon tetszik. Ebben a korosztályban még népes a judósok tábora, a kicsik örömmel vesznek részt az edzéseken. Én 5 éves koromban kezdtem el judózni, és nekem is anyukám még döntötték el, mert nagyon sokat mozogtam, és hogy valami engem lekosson, és elmentünk edzésre, és nagyon tetszett, és akkor elkezdtem judózni. Az, hogy a gyerekek szeretik a tréningeket, az a jó társaságnak és a fegyelemnek is köszönhető. Én 4 éves korom óta judózok, nem nagyon én döntöttem el, hanem anyukám vagy apukám levitt egyszer, és azóta judózok. Az úgynevezett mozgáskultúra fejlesztést már 3 éves korban elkezdik az edzők a PVSK-nál. A fiatalok 8-9 éves koruk körül kezdenek el kifejezetten a judóval foglalkozni.
Ez az edzőtáborunk utolsó turnusa, és a kisebbek vannak itt, a 12 év alattiak, illetve két idősebb sportolónk van, úgynevezett ifi vezetőként jelen, akik besegítenek a programok lebonyolításában. Ezek a gyerekek között is ugye a 10 évesek az úgynevezett diák C csoportban, már vannak eredményes versenyzők, akik diákolimpiákon odaértek döntőre vagy érmes helyezésekre, és képviselték már az országos versenyen és a színeinket. Illetve vannak, akik a legtöbben már regionális versenyen indultak, van, aki még csak most ismerkedik a sportágnak ezzel a részével, amely az edzőtábor és a szűkebb környezetünk megismerése. Hát a reggeli ébresztő után van egy kis futásuk, gimnasztikájuk, utána van egy kis reggelink, táborrend, sátorrend, van egy kis métajátékunk, utána kezdődik az edzésünk, edzés után, hogyha ilyen szép idő van, akkor megyünk egy kicsit a tóba, utána ebédelünk, csendes pihenő alatt összeállítjuk a tábori bajnokságot, ott van pingpong, petánk, labdarúgás, kislabdadobás, távolugrás programunk, tehát egy kicsit ilyen felmérő jelleggel dolgozunk. Fél négykor van üzsanánk, és akkor fél hatkor kezdjük újból, fél ötkor kezdjük a délutáni edzést, és utána is a fürdés és a bajnokságok, ez mindig az időjárástól függően zajlik le. De mi a véleményük a gyerekeknek az edzőtáborról? Van mindenféle verseny, petánk, pingpong, meg van futás reggel, meg edzés van, meg van foci is. Itt az edzőtáborban reggel szoktunk futni, elmegyünk reggelizni, utána kitalálnak programokat, erősítünk, és utána még megyünk sátort rendezni, ebédelünk, és este meg lehet, hogy fürdeni is fogunk. Nagyon jók a futások, pingpongozunk, meg van foci, meg petánk, nagyon jó. Az edzőtábor után ősszel már a teremben folytatódik a munka, kinek-kinek az életkora szerinti csoportban. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk ismét, viszontlátásra!